Üdvözöllek benneteket ezen a felvételen. Egy szerelmi jóslás. Itt látható a tárókártya, itt a Lenormand kártya, és most kinyitom a kincses ládát. Beletesszük a kártyákat, és onnan fogok húzni egyet a tárókártyából, egyet a Lenormand kártyából, és így tovább megnézzük, hogy mit mutatnak a képek, különösen, ami a szerelmi életeteket illeti, mi vár rátok a közeljövőben. Így, most beleteszem a tárókártyát. A Lenormand kártyát, és kezdődik a hivetés. Először húzok egyet a tárókártyából. Itt látható a szív, de sajnos ez a szív sebzett. Itt vannak emlékek a múltból. Nála is, nálad is. Lehet, hogy mivel voltak ezek a csalódások és fájdalmak, kicsit féltek most érzelmekről beszélni, nem akarjátok kimutatni, féltek attól, hogy újra csalódás ér benneteket. Ehhez húzok egy kártyát a Lenormand csomagból, és az azt jelenti, hogy így még valami olyan átláthatatlan. Az is lehet, hogy ő fél attól, hogy valaki megbántja őt, vagy csalódások érik, emiatt visszahúzódik, és ebben a helyzetben számodra valami átláthatatlan. Ez a felhő jelenti az időt is, mégpedig fél évet. Gondolj vissza arra, mit, hogyan éltél át fél évvel ezelőtt, mert lehet, hogy akkor bántott ő meg téged, vagy te bántottad őt meg, és emiatt ő megsértődött. Itt látható a római 10-es szám ezen a kártyán, és a 10-es szám utal mindig egy új kezdetre. Amikor egy új periódus kezdődik az életetekben. Itt a képen láthatóak az arany érmék. Természetesen ezek utalnak a biztonság érzetére, az anyagiakra, a munkára, a hivatásra, de jelenthet egy értékes párkapcsolatot is. Ahogy az érmék itt láthatóak, itt minden rendben van, vagy rendeződnek a dolgok. Ha megnézzük ezt a képet, itt látható egy idős férfi, egy gyermek és egy szerelmes pár. Ennek van egy szimbolikus jelentése, hiszen utal a múltra, utal a jelenre, utal a jövőre. És mi mindig ott vagyunk, ahol állunk, tehát a jelent kellene élni. Ha így tekinted a dolgokat, akkor itt rendeződik valami. Ez a könyv utal tudásra. Ez lehet egy továbbképzés is. Esetleg találsz egy könyvet, ami értékes számodra, és ebből tanulsz valamit. Amit ez a könyv még jelenthet, az ő zárkózottsága, de mivel az érmék és az a 10-es szám utal egy új kezdetre, ez akkor elmúlik, ez a zárkózottság részéről. Én imádom ezt a kártyát, hiszen ez olyan titokzatos.
Minden kehely jelent egy álmot, egy vágyat, egy elképzelést. Ha hiszel ebben, akkor ez az álom megvalósul. Ha ezt nem tudod elképzelni, és nincs meg a hited, akkor ez a kártya csalódásokhoz vezethet, hiszen jelent egy illúziót. Viszont minden egyes kelyhet megtekinteni, és ezeket az álmokat, ezeket az elképzeléseket élni túl sok. Válasz egyet ki belőle. Ez lehet egy álom, ami a szerelmet illeti, vagy egy elképzelés, ami a hivatásodat illeti, és koncentrálj erre. Legyen ez a cél, és legyen meg a hited hozzá. Akkor biztos lehetsz abban, hogy ez az álom megvalósul. Miután megvalósult, akkor választhatsz egy másik kelyhet is. Egyiket a másik után. Itt látható a szerencse. Igen, ez az álom megvalósul, szerencséd lesz. Tekints abba az irányba, ami számodra jelenleg fontos. Lehet ez a hivatásod, de lehet a szerelem is. Itt a nap jelenti a sikereket. A gyermek egy új kezdetet, és itt lesz mozgás, hiszen előre mennek az események. A nap láthatóvá tesz valamit, tehát ez a felhő elmúlik, és kisüt a nap. A zárkózottság elmúlik, hiszen ő nyitott lesz erre az új kezdetre, ami itt is látható a 10-es számnál, amikor egy új periódus kezdődik az életedben. Mivel itt ez a kártya mutatkozni akar, szerintem jó, ha ezt is megtekintjük. Itt befele kellene tekinteni, elgondolkozni a dolgok felett, meditálni, és ne legyen meg ez a belső feszültség, hanem erősítsd a hitedet, hogy mind az, amit így belül tekintesz, ezek a belső képek és elképzelések, ez a meditáció, egy kehely, egy álom, ez meg fog valósulni. Tehát tedd át magadat a félelmeken és a bizonytalanságokon. Itt látható ez a gyűrű, ami jelenthet egy házasságot, egy eljegyzést, azt is jelentheti, hogy ő visszatér hozzád, lesz itt újra kapcsolat. Ha házasságról vagy ennek a tervezéséről van szó, az eltarthat nyárig. És ez volt a szerelmes jóslás. Ezt a módszert most én így kitaláltam ezzel a kincses ládával. Örülnék annak, ha leírnátok a kommentárba, hogy tetszette, igen vagy sem, készítsek a továbbiakban is ilyen videót. Köszönöm a figyelmeteket, és én kívánok nektek egy szép napot, nagyon sok szeretettel, Dendera!